Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ezt az üzenetet közvetítem számotokra, hanem képeket is. Ez olyan, mint egy képes lap. A mai képes lapon volt egy nagy fa, és ezen a fán lógott egy kosár tele virággal. Itt mi az összefüggés a virágok és a fa között? Ez a virágkosár, ez jelenthet egy ajándékot, egy meghívást, vagy egy kreatív tevékenységet. És a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. De mutatja azt is, hogy légy türelmes, hiszen a fának is időre van szüksége, amíg növekszik, amíg gyümölcsözik, amíg itt virágot hord. Itt egy kreatív tevékenységről van szó. Hogy értelmezed te ezt a képet? Leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! Ha igény van arra, hogy közvetítsek egy személyes üzenetet a Bibliából, vagy egy képet, ezt megrendelheted e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. És most rátérek a Bibliára. Van egy nyakláncom, itt mutatom. Ez úgy mozdul ki, mint egy inga bizonyos szavaknál, mondatoknál, és egy időben kapok gondolatokat kívülről, és így alakul ki, ez a beszélgetés, ez a kommunikáció a Bibliából. Hogy melyik szavak jönnek, nem tudom, mert én ezt nem tudom befolyásolni, tehát kíváncsi vagyok én is a mai üzenetre. Te felszabadulsz valamitől, vagy valakitől. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. A tisztaság fontos. Nem csak ami a kommunikációt illeti, hanem ami az otthonodat illeti. Egy folyó vagy egy patak, tehát a víz ad számodra életerőt. A tisztaság és a víz, ami fontos most számodra. Hamarosan lesznek jó kapcsolatok, vagy egy előnyös szerződés. Fontos az, hogy ne másokra hallgass, hanem bízz saját magadban. Ne nézz vissza, hanem nézz előre.
Valaki becsapott téged a múltban, de felejtsd ezt el. Lesz egy fontos találkozás és beszélgetés, de maradj a saját véleményednél, mert az a fontos most, amit te akarsz. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!